30 napig előzetesben lesz Lagzi Lajcsi, aki cáfolja, hogy lopta az áramot, a gázt és a vizet. Szerinte személyes bosszú áldozata lett. Luxus szállodákban lakott Lázár János a milánói, illetve a svájci utazásai során 2013-ban. Rogán Antal minisztériumában 3 államtitkár dolgozik majd, az még nem dőlt el, hogy ki fogja vezetni a kormányinfókat. 100 000-es nyereménnyel kecsegtetnek a mobilos csalók, több mint 10 magyar bank ügyfeleit csapták be. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor. Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság Lagzi Lajcsit, a feleségét és egy harmadik férfit. Azzal gyanúsítják őket, hogy a Mocsai házában és a Tatai apartman parkban évekig lopták az áramot, a vizet és a gázt, ráadásul az áramszolgáltató embereit is megpróbálták megvesztegetni. A zenész tagadja a vádakat, szerinte csak valaki bosszút akar állni rajta. Bilincsben vezetőszáron hozták a budaörsi járás bíróságra a mulató zenészt. Lagzi Lajcsit feleségét és társát azzal gyanúsítják, hogy a Mocsai lakóház és a Tatai apartmanpark esetében évekig a mérőórák megkerülésével használták az áramot, a vizet és a gázt, míg a szolgáltatók felé csak a minimális fogyasztást fizették. Tegnap megkaptam a vesztegetéssel kapcsolatos nyomozati anyagot, amiben az EON dolgozók is úgy nyilatkoztak, én már mindent mondhatok. Tehát az EON dolgozók is úgy nyilatkoztak, hogy nem történt meg. Erről a bírósági döntés után beszélt Galambos Lajos. Az ügyészség szerint ugyanis az áramszolgáltató embereinek több 100 000 forintot ajánlottak föl azért, hogy az ellenőrzés során tapasztaltakhoz képest a jegyzőkönyvben ne a valós állapot szerepeljen. Úgy látszik, valaki olyannak léptem a tyúk szemére, aki van abban a helyzetben, hogy ezt megbosszulja, vagy van abban a helyzetben, hogy ilyen helyzetben hozzon és ilyen helyzetben tartson engem, és ami a legérdekesebb az, hogy a felesége van. Lajcsi leginkább azt fájlalta, hogy a 2 órán át előadott szerinte alátámasztott védekezésükről 1 perc alatt döntött a bíró, aki ráadásul a zenész feleségét is előzetesbe helyezte. Tisztességgel bánnak, nem csak velem, mindenkivel, semmi problémám nem volt, úgy éreztem magam, mint az ánkai úttörő táborba. Nyilván ez egy kényszerpihenő számomra. Így értékelte a zenész a fogdában eddig töltött napokat, most 30 napra helyezte előzetes letartóztatásba a bíróság. Az indoklás szerint a gyanúsítottak elrejtőzésétől, a tanú befolyásolásától, illetve bizonyítékok eltüntetésétől tartanak. 150 milliárdos csalás a gyanú, Tarsoly Csaba mégis kijöhet a börtönből. A bíróság ugyanis úgy látja, hogy nincs szükség az előzetes letartóztatásra. A döntés elsőfokú, az ügyészség fellebbezett. A végső döntésig azonban még börtönben marad a volt kvesztor vezér. Tarsoly Csabát viszik el. Ezek a felvételek fél éve márciusban készültek a letartóztatásakor. A bíróság most vizsgálta felül a kényszerintézkedést, és elsőfokon úgy döntött, hogy elég a házi őrizet. A kvesztor vezért és 2 másik társát azért tartóztatták le, mert kiderült, hogy 150 milliárd forint értékben adtak el fiktív kötvényeket. A károsultak azóta is tüntetnek, mert hiába született törvény a kártalanításukról. Sokan még mindig nem kaptak semmit. A nagy halak megúszták. A Jobbik szerint felháborító, hogy Tarsolyék kijöhetnek a börtönből. Volner János szerint Magyarországon hamarabb kerül börtönbe, aki 150 forintot lop, mint az, aki 150 milliárdot. A Jobbik frakcióvezető helyettese azt mondta, úgy látszik a kormány barátai még egy ekkora botrányt is megúszhatnak. A kvesztor ügyben 150 milliárd forintos fiktív kötvénykibocsátás történt, de még 150 milliárd forintos károkozás is kevés ahhoz, hogy az Orbán kormány barátai megkapják méltó büntetésüket, és a törvény szigorával lesújtsanak rájuk. Az MSZP is értetlenül áll a bíróság döntése előtt. Szakács László szerint Tarsoly Csaba a legaljasabb eszközöktől sem riad vissza, hogy mentse a bőrét. A politikus arra emlékeztetett, hogy a volt kvesztor vezér egy büntetett előéletű közmunkásnak akarta átjátszani a céget. Ez az évszázad bróker botránya, ahogyan ezt a köznyelvben is hívják, és ennek a legfőbb gyanúsítottjának
valószínűleg a legszigorúbb kényszerintézkedés alatt, tehát valószínűleg az előzetes fogvatartásban kellene a nyomozás végéig maradnia. Ez attól óvja meg a büntető eljárást, hogy nehogy összebeszéljen tanúkkal, nehogy esetleg meghamisítson bizonyítékokat. Az ügyészség fellebbezett a mostani döntés ellen, emiatt nem emelkedett jogerőre. Ez azt jelenti, hogy a gyanúsítottak egyelőre nem jöhetnek ki a börtönből. Luxus szállodákban lakott Lázár János a milánói, illetve a svájci utazásain 2013-ban. Milánóban a Four Seasonsben szállt meg, ahol 298 ezer forintba került egyetlen éjszaka, míg Zürichben 103 ezer forintba került a szoba egy éjszakára. Az utak azért keltették fel a figyelmet, mert az átlagos utazásokhoz képest jóval drágábbak voltak. Újságírók adatigénylő segítségével akarták megismerni a részleteket, de Lázár János időközben saját zsebből visszafizette a pénzt. A Direkt 36 újságírója azonban perre ment az adatokért, a kúria pedig kötelezte a minisztert az adatok ismertetésére. Rogán Antal hamarosan felálló minisztériumában sem kap formális szerepet Habony Árpád, de továbbra is ad majd tanácsokat Orbán Viktornak. A Fidesz frakcióvezetője egy háttérbeszélgetésen azt mondta, az új tárcánál Dömötör Csaba lehet a politikai államtitkár. Rogán Antal tárcájánál három államtitkár dolgozik majd. Az még nem dőlt el, hogy ki fogja vezetni a kormányinfókat, de Rogán elképzelhetőnek tartja, hogy ezt közösen tegyék Lázár Jánossal. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkári posztot Gíró Szász Andrásnak ajánlották fel, aki most is ebben a munkakörben dolgozik. Parlamenti vitanapot tartana a kormány a kedden elfogadott kvótarendszerről, hogy bíróságra menjen-e a kabinet. Lázár János szerint a határzár már bizonyított, de ha Ausztria vállalja a felelősséget, akkor Magyarország át is engedheti a területén a menekülteket, persze csak szabályozott keretek között. Ahol csak fizikailag lehetséges, biztonsági határzár épüljön. A szlovén-magyar határon is szükség lehet a technikai határzár kiépítésére, mondta Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez már bevált a szerb-magyar határon is. Erre készek vagyunk, és készen is állunk a horvát-magyar határ esetében. De ha Németország, Ausztria és más Európai Uniós országok úgy döntenek, hogy ne védjük meg, mert a kerítés nem elfogadható megoldás, akkor Magyarország természetesen kialakítja azt az útvonalat, amiben rendezett, szervezett keretek között ezek az emberek eljutnak Ausztriába, ha ennek Ausztria vállalja a felelősségét. A miniszter szerint a kedden elfogadott kvótajavaslat tökéletes példája a morális imperializmusnak. Lázár János elmondta, súlyos hibának tartják a menekültek elhelyezéséről született döntést. Nyilvánvaló, hogy a magyar kormány is határozott álláspontot képvisel a szlovák kormányhoz hasonlóan. Mi azonban, mielőtt végső döntést hozunk például arról, hogy bíróságon megtámadjuk-e a kvótával kapcsolatos Európai Uniós döntést, először szeretnénk a parlamenti pártokkal konzultálni, szeretnénk a parlamentben vitát folytatni erről a kérdésről. A miniszter szerint ugyanakkor nem készülnek a menekültek tömeges betelepítésére. Egy letelepítési tervünk van, az pedig arra vonatkozik, hogyha a magyar állampolgártársainkat, a kárpátaljai magyar közösséget támadás érni, akkor számukra hogyan tudunk Magyarországon menedéket biztosítani. Más letelepítési tervben nem gondolkodunk. Lázár János elmondta, hogy benyújtotta lemondását Nobilis Márton, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnöke, amelyet elfogadott. Lázár János bejelentette azt is, hogy bár Elsimon László marad államtitkár, de lefokozzák. Ugyanakkor Csepregi Nándor személyében új miniszterhelyettes lesz a miniszterelnökségen, tehát úgy döntöttem, hogy október 1-jével államtitkári kinevezésre kerül sor, és Csepregi Nándor lesz a miniszterelnökséget vezető miniszter helyettese. Az ATV.hu a többi között arra is kíváncsi volt, hogy a jövőben Rogán Antallal közösen tartják ki a rendszeres kormányzati sajtótájékoztatókat. Azt tudom önnek mondani, hogy most, hogy szerencsére lesz a kormánynak egy a kommunikációért felelős, mármint a kormányzati kommunikációért felelős, és a kormány tájékoztatás politikáért felelős miniszteri rangú tagja, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy eldöntse, hogy ennek a kormányinfónak mi legyen a sorsa. A miniszter hozzátette, ha kell, akkor Rogán Antallal közösen is tarthatják a sajtótájékoztatókat. Orbán Viktor szerint meg kell fontolni, hogy Magyarország átengedje a menekülteket Ausztria, illetve Németország felé. A kormány fő ezt azután mondta Brüsszelben, hogy a 6 pontos magyar javaslat csomagról is egyeztettek a rendkívüli uniós csúcson. A miniszterelnök szerint az egyik legfontosabb kérdésben nem sikerült megállapodni, így tehát Görögországon keresztül továbbra is érkeznek a menekültek regisztráció nélkül.
6 dolgot akartunk. Orbán Viktor 6 pontból álló javaslatcsomaggal érkezett Brüsszelbe. A magyar javaslat közös uniós védelmet adna a görög határon, emellett a Schengeni övezeten kívül külön választaná menekülteket a gazdasági bevándorlóktól. Közös uniós lista készülne a biztonságos országokról, valamint több pénzt kérnek a tagállamoktól az Európán kívüli menekülttáborok finanszírozásához. Emellett Törökországgal és Oroszországgal is szorosabban együttműködnének, valamint létrehoznának egy világkontingenst a menekültek elosztásához. A miniszterelnök szerint 5 kérdésben alapvetően sikerült megállapodni, de Görögországgal kapcsolatban még vannak nyitott kérdések. Az, hogy a görög határt közösen védjük meg, ha Görögország maga erre nem képes, ebben nem sikerült előre jutni, illetve itt nem értük el a célt. Kár, hogy ez a legfontosabb az összes javaslat közül, ilyen értelemben tehát továbbra sincs védve Európának a külső határa, és Görögországon keresztül továbbra is jönnek a nemzetközi egyezményeket megsértve illegális migránsok. Orbán Viktor szerint 2 lehetősége van Magyarországnak. Az egyik a kerítés, amellyel biztosítani lehet a zöld határ védelmét. De hogyha a kerítés nem tetszik, akkor képesek vagyunk arra is, hogy átengedjük a migránsokat Ausztria és Németország irányába. Az osztrák kancellár egyértelműen azt mondta, hogy ha csak kerítésre tudjuk őket megállítani, akkor inkább engedjük őket. Ezt kell majd megfontolni. Abban viszont egyetértés volt, hogy a külső határoknál zajló káosznak véget kell vetni. A menekült helyzet kezeléséről tárgyal ma Bécsben Orbán Viktor. A tervek szerint az osztrák kancellárral, az alkancellárral, valamint az Osztrák Szabadságpárt elnökével is egyeztet. A kormányfőt Lázár János és Szijjártó Péter is elkíséri. Orbán Viktor brüsszeli tárgyalása után azt mondta, hogy meg kell fontolni, hogy Magyarország átengedje a menekülteket Ausztria irányába, ahogyan azt korábban Werner Faymann, osztrák kancellár mondta, aki egyébként bírálta a magyar kerítést. A miniszterelnök szerint a határok védelmét a kerítéssel lehet biztosítani. Sokak szerint békülékeny hangon beszélt az MSZP volt elnöke Orbán Viktor 6 pontjáról egy fórumon. A Jobbik szerint felül kellene emelkedni a pártpolitizáláson a menekültügyben. A liberálisok pozitív elmozdulásnak tartják az uniós csúcsot, a fideszes Németh Zsolt pedig úgy látja, az unió megosztottsága a legnagyobb veszély. A DK viszont Orbán Viktor verességéről beszélt, és a kerítés-építés azonnali leállítását kéri. Európa, Orbán Viktor 2-0. A DK alelnöke a magyar miniszterelnök szabadságharcának végéről beszélt az uniós csúcs után. Hozzátette, a kvóta ügyben elszenvedett vereség után Orbán Viktor kerítés ügyben is megbukott. Be kell fejezni a kerítés további építését. A román és a horvát határon azonnal abba kell hagyni az építkezést, hiszen már a miniszterelnök is úgy gondolja, hogy ez fölösleges. A schengeni rendszernek mindenféleképpen kiemelkedő szerepe van. A menekült kérdésről és az Európai Unió jövőjéről vitáztak a pártok képviselői a Liberális Magyarországért Alapítvány szervezte beszélgetésen. A fideszes Németh Zsolt szerint az unió egységére az utóbbi időben újra megjelent úgynevezett kétsebességes Európa koncepciója jelenti a legnagyobb veszélyt. Azt gondolom, hogy ma az Európai Uniónak a jövőjét leginkább ez a fajta újra termelődött kelet-nyugati szolidaritás hiány veszélyezteti. El kell ismerni azt, hogy a másik félnek is akár lehet igaza. A kormány koncepciójával kapcsolatban békülékeny hangot ütött meg az MSZP volt elnöke. Mesterházi Attila szerint érdemes lenne egyfajta nemzeti minimumot kialakítani a kérdésben. Én támogatom a miniszterelnöknek ezt a 6 pontját, amit elvitt Brüsszelbe. Szerintem emögé föl lehet sorakozni MSZP oldaláról, és saját véleményemet mondom, bocsánat, ezt elfejtettem mondani a legelején. Történelmének tartja a helyzetet a Jobbik alelnöke. Z. Kárpát Dániel szerint ilyen időkben felül kell emelkedni a pártpolitizáláson. Bizonyos területben a kormányzat mostani cselekvési sorát abszolút mértékben támogatni tudom, és fogjuk is. Más tekintetben nyilván kritikával élünk, de soha nem a pártszínek az ászlók alapján történik, hiszen jelen pillanatban történelmet írunk, történelem íródik nélkülünk is, hogyha nem avatkozunk ebbe bele. Európa nagyon sokáig késlekedett, és ennyiben igaza van a magyar kormánynak is, hogy minden bírálónak. Pozitív elmozdulásnak tartja az uniós csúcsot a liberálisok külpolitikai szakértője. Szent Iványi István hozzátette, a kvótarendszer kezelheti a problémát, de nem oldja azt meg. Orbán Viktor napokon belül javaslatot tehet a BKV finanszírozására. A 3-as metrót pedig valószínűleg szakaszosan újítják fel, ezt mondta a főpolgármester a Figyelőnek.
Tarlós István beszélt a Lázár Jánossal való konfliktusáról is. Szerinte ez nagyrészt abból adódik, hogy a miniszter vidéki és a vidékiek érdekeit képviseli. Ő maga pedig a budapestiekét. Konfliktusukat ahhoz hasonlította, mint amikor az ökölvívók félig élesen csapnak össze. Kemények, de azért nem annyira, mint egy éles meccsen. Mobiltelefonos csalásra figyelmeztet a Bankszövetség. Eddig több tucat esetben sikerült megtéveszteni az ügyfeleket úgy, hogy valamely telefontársaság ügyintézőjének kiadva hívtak fel telefonokat, majd közölték a tulajdonossal, hogy 100 000 forintnál is nagyobb összeget nyertek. A nyereményekhez pedig úgy lehet hozzájutni, hogy egy adott telefonkártyára 10 000 forintot kell feltölteni elektronikus úton. A Bankszövetség szerint több mint 10 bankhoz is érkeztek bejelentések, de mivel szabályos tranzakció zajlik le, a bankok nem tudják visszavonni azt. Ezért azt kérik, hogy aki áldozatává vált a csalásnak, forduljon a rendőrséghez. 11-szer több káros anyagot bocsátanak ki a BMW X3-as dízelek, mint ahogy eddig tudtuk. Azt egyelőre nem tudni, hogy ennek is a szoftver csalása az oka, ahogyan számos más Volkswagen modell esetében. Közben a Skodákról és a Seatokról is kiderült, hogy becsapták a mérges gáz kibocsátást mérő műszereket. Így lassan a teljes Volkswagen csoport érintett lesz a botrányban. A BMW papírjai azonnal 8%-ot zuhantak a hírre, hogy a Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsának tesztjei szerint a BMW Diesel X3-asa rosszabb, mint a Passat, már ami a mérges gáz kibocsátást jelenti. A botrány már nem csak a Volkswagent, a világ legnagyobb autógyárát érinti, hanem lassan a teljes német autóipart és a tőzsdét is. A Volkswagen gyár Amerikában bukott le azzal, hogy manipulálta a dízelmotorok kibocsátási értékeit. A vezérigazgató azóta lemondott, a német közlekedési miniszter pedig bejelentette, hogy Európában is találtak dízelautókat, még nem tudni mennyit, amelyekben csal a műszer az emisszióval kapcsolatban. Információink szerint az 1.6-os és a 2 literes dízelmotorokat Európában is érinti az ügy. A Volkswagennel együttműködve tovább vizsgáljuk, hogy mely modelleknél merül fel a határérték megsértése. 2011 óta folyik a vita arról, hogy a tesztkörülményeket közelebb hozzuk-e az életszerű vezetési helyzetekhez. A botrány mellett ugyanis egyre intenzívebb a vita arról, hogy mit is gondoljunk a dízelekről. Szakértők szerint egyszerűen be kell látni, hogy a dízelmotorok nem olyan tiszták, mint szeretnénk. A dízelautóknak ez az ügy nagy kárt okoz majd, talán Európában kevésbé, mert mi talán már nehezebben mondunk le a dízellel járó előnyökről. De Európán kívül, ahol eleve nehezen törtek be a piacra, a dízel most halott, és talán már sosem fog feltámadni, mondta egy autóipari elemző. A határértékeket is éri kritika. Sokak szerint egyszerűen betarthatatlanok, a valóságban nem lehet produkálni az elvárt normákat. Ezért még azoknál a kocsiknál is próbálnak a gyártók kihasználni minden kiskaput, amelyeknél nincs csalásra kalibrált szoftver. Alvat, vér és húscafatok borították a padlót és a berendezési tárgyakat az egyik Pest megyei vágóhídon. A Navy szakemberei azt mondták, még őket is meglepte a látvány. A többi között nem működő késfertőtlenítőt, valamint eldugult kézmosót és nagy mennyiségű trágyát is találtak. Az ellenőrök elrendelték a helyszínen talált nagyjából 500 kg belsőség megsemmisítését, valamint a már kiszállított termékek visszahívását. A telepen élő állatok is voltak, azokat szintén nem lehet eladni addig, amíg az eredetük nem tisztázott. A szakemberek bezáratták a vágóhidat. Megindító, szívszorító vagy éppen vidám képeken láthatók a tavalyi év legfontosabb eseményei az idei WordPress fotótárlaton. A felvételeken az ukrán válság és a malajziai utasszállító tragédiája is megjelenik. A fődíjas képen egy orosz meleg pár látható. Budapesten azonban nem csak a díjazott képeket lehet megnézni, hanem egy különleges tárlatot is. Ezen az elmúlt 60 év legjobb képeit mutatják be. Az ukrán háború képei, a közel-keleti konfliktusok, természetfotók és emberi sorsok képei egyaránt helyet kaptak a WordPress fotó idei válogatásában. Ez a 60. ilyen alkalom. Idén régebbi, világhírű képek is újra láthatóak a Néprajzi Múzeumban. Tehát vannak képek, amelyek bizonyos évekhez kötődnek, és hogyha ezt így együttesen látjuk, azért egy nagyon izgalmas vizuális történelmi utazásban veszünk részt.
A WordPress fotó képei 100 országban láthatóak. Idén 131 ország közel 100 000 képéből válogatták ki a kategóriák legjobbjait. A kiállítás magyar szervezője azt is elmondta, előfordult, hogy egyes képek tartalma, témaválasztása érzékenyen érintette valamelyik kiállító országot. A tárlat megbontására ugyanakkor nincsen mód, a szervezők ilyenkor az egész kiállítást lemondják. A korabeli fotókból álló tárlat egyébként csak a magyar fővárosban látható. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy ne csak egy évre nézhessünk vissza, hanem az elmúlt 60 év történelmét is láthassuk, mondta a WordPress fotó kiállítási igazgatója. Az év sajtófotóiból rendezett tárlat képeit évente 20 000 nézik meg Budapesten. A fotókiállítás egy hónapon át látható a Néprajzi Múzeumban. És ez volt a Híradó 6 órakor, most a Világhíradó Extra következik, utána pedig Start Balogh Judittal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!